Na, sziasztok, szervusztok, köszöntöm a kedves nézőket. Hát igen, találkoztunk, de nem elég rég, ugye? Nem csak egy hónapja. Egy hónapja, na mindegy, most egy érdekességgel jelentkezünk nektek. Már régen szerettünk volna videót csinálni erről, csak mindig elmaradt. Ez nem más, mint a befőző automata. Lehet, hogy sokaknak ez már ismerős, hogy használtok ilyet, de szerintem sok ember még nem ismeri. Úgyhogy gondoltuk, hogy ebből is készítünk nektek egy videót, egy mekkora király megoldást, vagy találmány ez a befőző automata. Elmondom róla gyors a sztorit, hogy ez hogy jött nekünk. Egy 3 éve, ugye Ati? Körülbelül. Hát 3 éve. A feleségem valahonnan kitalálta, hogy nekünk kell egy ilyen befőző automata. Hát én akkor azt tudtam, hogy eszik-e, vagy isszák, vagy mire jó, vagy mire nem jó. Mert hát elég jó borsos ára van. Na mindegy, addig fűzött bennünket, hogy akkor csak dobjuk össze rá a pénzt, és akkor vegyük egy ilyet. Ha már így is sok gyümölcsöt termelünk, hogy ez nekünk ez most milyen jó lesz. Na úgyhogy 3 éve ezelőtt ezt megvásároltuk, már akkor egy komplett szett, hát ilyen 90 akárhány ezer forint volt. Most már jóval magasabb az ára biztos, ugye, mert háborús infláció van. Megvásároltuk, ez a gép, ez tud dunsztolni, ivólevet készíteni, illetve lehet vele lekvárt is főzni. Elmondom a működési elvét. A működési elv az annyiból áll, hogy van egy edényünk, aminek az alján fűtőszálak vannak, gondolom, meg két tekerős kapcsoló, és ezzel lehet a kis masinánkat szabályozni. A dunsztolás az úgy működik, föltöltjük vízzel, illetve belefér ez a sima, hagyományos 7-800 g-os befőttes üvegből 18 darab belefér. Fölöntjük vízzel, van egy teteje, rátesszük, beindítjuk a kellő beállításokkal, és akkor ledunsztolja nekünk a gyümölcsöt, zöldséget, bármit, még húslevest is, gyerekek, hát nem hiszitek el, húslevest is lehet vele ledunsztolni. Vasárnapi húsleves a buliból megmarad, hússal együtt be a befőttes üveg, beteszed, ledunsztolod, 3 hónapig semmi olyan nincs az égvilágon. Kamrába, hűtő nélkül, semmi nélkül. Se cukor, se tartósítószer, semmi. Tehát a tiszta üvegbe berakod a számodra érdekes gyümölcsöt, vagy akármit, fölöntöd vízzel, lezárod, berakod a gépbe, ledunsztolod, készen van. Tehát ez maga a dunsztolás. Ami nekünk érdekesebb volt, az az ivólé készítés, tehát főképp ezért lett ez megvásárolva, hogy mi gyártsunk ivóleveket. Mert ugye van egy kislányom, a következő már úton van, és nem mindegy, hogy mit adunk elé a téli időszakban, hogy ne ezt a bolti gyümölcslének nevezett, vagy csúfolt szarokat adjuk elé, amire rá van írva, hogy 12%-os gyümölcstartalom, hát azt el tudom képzelni, hogy az miből készül, tehát abban mosták meg a gyümölcsöt, körülbelül az a kategória. De ezzel lehet 100%-os gyümölcslevet készíteni, tartósítószer és cukor nélkül. A ivólé készítésnek a lényege az annyiból áll, öntünk magába a befőző automatába egy olyan 9 liternyi vizet, és akkor mutatom közben a felépítményt, hogy ez így hogy működik. Oké? Okay? Tehát befőző automata, egy ilyen vezetőkeret, a lepárló egység, így. Tehát ez ilyen kúpos, lukas kialakítású. Ha Ati nektek be tudja látszik. Így zoomolni. Oké. Okay. És aztán fölülre. Tehát igazából mi is utatú csináltak a ivóleveket, hogy ami a kedve megterem. Éppen aktuálisan, vegyesen, össze-vissza, ami van. 5 kg gyümölcs belefér ebbe a kosárba. Most ugye szeptember, mi van most? 20? 20. Szeptember 20 van. Volt még egy kis almánk, meg egy pár fürt szöldünk még maradt, már saját termés.
ezt szépen fölnyolcadolták az almát, kivették a magházat, szőlőt lecsumázták, és akkor így egy ilyen vegyes gyümölcs vágottat elő lett készítve, így ráhelyezzük, és aztán rá a fedő. Tehát így áll össze a gyümölcslé torony. És akkor visszatérve a működési elvre, ez úgy működik, hogy föl van töltve vízzel, egy olyan 9 liternyi vízzel az automata, elkezdi melegíteni ugye a gép, és a forró gőz ezen a kúpos akármin a forró gőz átmegy, és a forró gőz kitolja a gyümölcsnek a levét a gyümölcsből, és az visszacsapódik ebbe a edénybe. Megtelik, ugye attól függ, hogy milyen gyümölcsöt raksz bele, ami levesebb, abból több lesz, ami keményebb hús, mint például az alma, abból kevesebb. De ez úgy szokott történni, hogy beállítjuk a hőfokot, illetve az időt, 2 óra hossza alatt egy ilyen almás, gyümölcsös léből egy 2, illetve 6 üveg szokott összejönni, attól függ, hogy milyen gyümölcsöt raksz bele. Amikor lejár a program, megtelik, alárakod a kis boros bugykost, beleengeded a gyümölcslevet, lezárod, és berakod a kamrába, és készen van. Igen, mert ugye maga a gép hőkezeli. Hőkezeli már a gyümölcsöt, a levet is, minden, úgyhogy forron beletöltöd, ugye kicsit fejrefordítod, hogy rászívja a kupakot, és akkor be lehet adni a kamrába ügyesen, és eláll, már próbáltuk, tehát a hatékonyság az olyan 99%. Évente szoktunk csinálni ilyen 200-300 üveggel legalább, hát a 200-300 üvegből egy, ami esetleg megromlik, ugye nem zár jól a kupak, vagy valami hiányosság van, akkor az úgy tönkre megy, de igazából nem szokott ilyenből problémánk lenni. Így szoktuk készíteni az ivóleveket, és akkor ennek a gépnek van még egy ilyen adaptere, az meg úgy működik, hogy maga az alapgép akkor, ahogy látjátok, és akkor egy másik edény, abba bele mondjuk a szilvát, vagy barackot, vagy bármit, amit be akartok lekvárt csinálni, berakjátok, és ugye nem tud leégni. Tehát nem kell ott mellette állni, kavargatni. Egy, mit tudom én, 12 óra hosszán keresztül kavargatni legyen az alja, mert ugye nem a nyílt láng éri az alját, hanem a forró gőz melegíti fel az edényt, és akkor nem tud leégni a gyümölcs benne, a belévő gyümölcs. Úgyhogy az egy másik adaptere, de arról is majd fogunk egy videót csinálni, majd egyszer csak, hogy odaértünk, de ez volt az érdekesebb. Úgyhogy így szoktunk ezzel a befőzi automatával ivóleveket csinálni. Mindenkinek jó szíve ajánlom, mert nagyon jó kis masina. Hát ebben a gépben már azért benne van egy pár kilométer, és egyszerűen nem lehet elrontani. Tehát igazából, ja, még valamit tegyek hozzá, tehát ez a videó, ezt megint a saját elképzelésünk alapján készítettük, nem szponzorált tartalom, azt tegyük hozzá, tehát mi egy fillért nem kapunk ezért, mi ezt megvettük, kipróbáltuk, működik, használjuk, mit tudom én, bevált, ezért merjük mi is nektek ajánlani, mert ez egy nagyon jó megoldás. Tehát akinek van otthon, vagy egy kis kertje, vagy bármilyen, és gyümölcsöt szokott termelni, bármit, megy cseresznye, barack, eper, szőlő, málna, bármi, ezzel mindenből lehet ivólevet csinálni, úgyhogy jó szívvel tudjuk nektek ajánlani, mert egy nagyon jó kis technika ez. Vannak ilyen utángyártott más márkájú gépek is, arról nem tudok nyilatkozni, hogy azok milyenek. Az igazit vásároltuk meg, de nem is bántuk meg, mert piszok jó. Tehát mondom, évente több száz üveggel szoktunk csak ivólevet csinálni, illetve a befőtteket, lekvárt, stb. Na most, hogy elmondtam róla igazából, ami érdekes volt. Magáról a főzési folyamatot azt nem várjuk végig, mert sok idő, nincs semmi érdekes, szépen a gép megcsinálja magától, letelik a programja, utána megjelenik benne a kis üdítő, kiengedjük üvegbe, ráteker, fejrefordít,
kamra. Tehát igazából ennyi, tehát nincs benne semmi ördöngőség. Mi a kiskönyvéhez képest kicsit eltérve szoktuk ezt főzni, mert annyira tömény a gyümölcs íz, hogy önmagában nekem az túlságosan édes vagy savanyú, vagy attól függ, hogy milyen gyümölcs van benne. Tömény. Tömény, igazából tömény. Úgyhogy azt hiszem, hogy 80 percet szokott írni a kiskönyv, ha jól emlékszek, de mi 120 percre szoktuk tenni. Tehát a 120 percet azt úgy kell érteni, hogy fölfűti a vizet üzemi hőfokra, és onnantól 120 perc. Na, tehát akkor azt mondja, Enshaften, és 120 perc. Várjál, hogy van? Így van. 120 perc. Oké, és akkor így szépen ez magának így eltötyög, a kis piros lámpája világít, amikor befejezte, akkor meg már nem világít, kialszik a lámpája, és akkor elkészült maga az ivólé. Még annyit el tudok még mondani hozzá, hogyha olyan gyümölcsből, például megyből, vagy szilvából, vagy mit tudom én milyen gyümölcsből csináltok ivólevet, ugye kinyomja a forró gőz belőle a levet a gyümölcsből, és akkor fönnmarad ebbe a kis kosárába maga a gyümölcshús. Ebből még lehet itt különböző dolgokat csinálni. A kis feleségem a szokott pite alapot belőle elrakni, azt is befőttes üvegbe berakja, bedunsztolja, készen van, vagy igazából lekvált, vagy hogyha semmire nem tud használni, akkor cefrébe berakod, azt akkor jót csak a szervusz. Úgyhogy még abból is lehet különböző dolgokat csinálni, összeturmixolni, vagy mit tudom, és akkor abból is lehet egy dzsemmet, egy lekvárt, vagy bármit még további anyagon is készíteni. Úgyhogy a gyümölcsnek az összes részét föl lehet használni. Szerintem a témában én elmondtam erről, amit gondoltam, tudtam. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, mindenkinek jó kertészkedést, gyümölcsözést, akinek még van, mindenki vigyázzon magára. Sziasztok! Sziasztok!